Speciális kortárs zenei fesztivál lesz a fővárosban. Vendégem Kutrik Bence zeneszerző zongorista. Szervusz, köszöntelek. És akkor rögtön meg is kérdezem, hogy mitől speciális ez? Ugye itt egy nagyon érdekes, egyrészt maga a hangverseny is, mármint a stúdióknak a szereplése, de egyfajta ilyen érdekes zenei világba is kalauzolja az érdeklődőket. A stúdió általában azzal foglalkozik, hogy számunkra valahogy a bölcsekköve, amit szeretnénk megtalálni, az az, hogy hogyan tudjuk a kortárs zenének, meg a kortárs zenei koncerteknek visszaadni a közösségformáló funkcióját, ami mostanában nem annyira van talán jelen, mint régebben. És ezt úgy próbáljuk megvalósítani, hogy tematikus koncerteket csinálunk. Ez azt jelenti, hogy minden egyes koncertünk valamilyen témaköré van csoportosítva, és ez jelen esetben a Codlibet. Codlibet egy latin kifejezés, ami azt jelenti, hogy ami tetszik. És ez egy olyan műfaj, ami talán mostanában azért tűnt el, mert régen nem voltak szerzői jogi, nem volt szerzőjogi védelem, ugye? Ez egy olyan műfaj, hogy olyan darabot kell írni, ami ismert, híres dallamokat fűz föl az ellenpont eszközeivel, így készül egy mű belőle, és mindezt tesszük historikus hangszereken. Hát lényegében a koncertnek a szlogenje az lenne, hogy új zene régi hangszerekre, nem pedig régi zene új hangszerekre, ugye, ami általában van mindig a koncerttermekben. Kanyarodjunk még egy kicsit oda-vissza, hogy a kortárs zene közösségformáló ereje, ez mit jelent a gyakorlatban? Hát, hogy az emberek be akarnak jönni egy koncertre, és ementén kialakul egyfajta koncertjáró közönség, egy olyan fiatal generációnak a felnevelése, aki lát fantáziát, és élvezi azt, hogy elmehet egy koncertre, ahol akár nyilván ismerősökkel is találkozik, tehát valamilyen szinten kialakul egy közösség. De ezzel nincs baj, mert a fiatalok szeretnek koncertre járni. Az a kérdés, hogy milyen zenét kapnak ott, mert hogy azzal lehet igazán formálni az ízlést, nem? Igen, hát a mi küldetésünk az az, hogy a kortárs zenét, ugye a kortárs zene nagyon el lett idegenítve a közönségtől, és hát tényleg, hogy elmész megnézel egy kortárs koncertet, hát nem sokan vannak rajta. Ezt próbáljuk megváltoztatni ezekkel a tematikus koncertekkel. Az lenne az üzenet, hogy nem feltétlenül olyan szörnyű egy kortárs koncert, és itt is lehet találni olyan értékeket, amiket az ember esetleg megkedvel és hosszabb távon igényel. Miért került egyébként ilyen kicsit mostoha helyzetbe a kortárs zene? Hát régen egykor Bach is, meg Mozart is volt kortárs. Igen. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon hosszú beszélgetés, és nem is nagyon szeretnék ebbe belemenni, megmondom őszintén, mert tehát például ami a stúdiótöt összetartja, az a zenéről és a zeneszerzésről formált személyes értékek. Ez az, ami minket összekapcsol. Tehát mi szívesen integrálunk bármilyen eszközt, és befogadók vagyunk. Nem mondjuk azt, hogy mi csak egyfajta esztétikai vonalon, vagy technikai vonalon vagyunk hajlandóak komponálni. Én azt hiszem, hogy ez a fajta ilyen makacság okozza azt, hogy... Tehát amikor valaki azt mondja, hogy én csak ezt, és így, és hiába nem működik esetleg ez az esztétika, vagy ez a technika, de én akkor is ezt csinálom, mert ebben hiszek, ugye akkor az lesz egy idő után, a közönség már nem annyira fog hinni benne, ez majd meg fog látszódni a létszámba. Mi adja az ihletet egy kortárs zeneszerzőnek manapság? Neked például mi adja az ihletet a komponálásnál? Hát attól függ, mennyi idő van, ugye, hogyha sok, határidő akkor az ember a megvárja. Húzó, igen. Hát kétségtelenül vannak az ihletett művek, amiket az ember azért ír, mert valami olyan benyomás éri az életbe, amiről egyből eszébe jut valami, de mi legtöbbször megrendelésre írunk, ahol meg kell keresni, hogy mi az, ami ebből inspirálni tud. Ez a kutató munka része az egésznek. Ezért is van talán az, hogy akadémiai szintre került ez a szakma, mint zeneszerzés, mert ugye az akadémiai munka elsősorban a kutatásról szól, kutató munkáról szól, és jelenleg úgy állunk hozzá, hát személyesen úgy értem, meg szerintem a stúdiótön belül mindenki, hogy amikor írnunk kell egy darabot, akkor először bizony van egy kutató munka, ami elég jelentős. És aztán nyilván pont azért csináljuk a kutató munkát, hogy találjunk valamit, ami nagyon személyes, és amiben bele tudunk kapaszkodni, hogy akkor na ez az. És amikor érzi, hogy ez az, akkor tud nekiállni valójában.
egy darab megírásánál. Beszéljünk röviden a programokról. Mi lesz az első, hova lehet menni azoknak, akiket érdekel és szeretnék meghallgatni a kortárs zenészek produkcióit? Ez a Café Kortárs Zenei Fesztiválnak az egyik koncertje lesz, ami ilyen kezdve Studio 5 koncert, és ez lesz 17-én, október 17-én, 19:30-kor a Godó Kortárs Művészeti Intézetben. Akkor tulajdonképpen ide lehet ellátogatni annak, akinek most kedvet csináltunk ehhez a kortárs zenei koncerthez. Köszönöm szépen, hogy bejöttél. Köszönöm szépen. Önöknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Tegyék ezt legközelebb is, viszontlátásra.